A rendezvény célja, hogy az adventi időszak alatt is kedveskedjen a könyvtár a legkisebbeknek és a középiskolásoknak egyaránt, valamint az olvasás fontosságára hívják fel a figyelmet. Nem csak gyerekeknek fog szólni most ez a rendezvénysorozat, hanem a felnőttek is részesülhetnek programokból. Ugyanis kedden délután 3:30-tól 4:00 fejlesztő biblioterápiával kapcsolatos előadások lesznek. Hogy hogyan kapcsolódik mégis ehhez a rendezvénysorozatunkhoz, az első előadás dr. Horváth Judit pszichológus előadásában a fejlesztő biblioterápia alkalmazása kisgyermekkorban erről a témáról fog szólni. December 2-án délelőtt Csapady Kinga tartott író-olvasó találkozót az alsó tagozatosok számára, majd délután Alapföldi Mikulás csodálatos története várta a gyerekeket. Kedden a Csodákkal teli karácsony című kreatív foglalkozáson vehettek részt az ovisok. Szerdán Pédányi Gabriella író-olvasó találkozója és a Színes történetek a Mikulásról és a karácsonyról interaktív foglalkozása várta a felső tagozatosokat. Ma a Herbolyai Letéti könyvtárban óvodások számára tartottak interaktív foglalkozást a dolgozók Mikulás és barátai címmel, holnap pedig a Baba Mama Klub várja az érdeklődőket.